Norvégiában megerősítette a rendőrség, hogy elrabolták a milliómos Tom Hagen feleségét október végén. A ház biztonsági kamerája rögzített több ismeretlen alakot is a kérdéses időpontban. A nyomozásról, annak eredményéről ennél többet továbbra sem tudni. A nyomozócsoport vezetője ezt azzal indokolta, hogy nagy a kockázat, súlyos a fenyegetettség. Tomi Broske annyit mondott, hogy bizonyos jelek arra utalnak, hogy profi emberrablókkal van dolguk. Egy újságíró azt kérdezte, adtak-e határidőt. A nyomozó erre a kérdésre nem válaszolt. Anne Elisabeth Falkevik Hagen 68 éves, október 31-én tűnt el. Az emberrablók 9 millió eurónak megfelelő kriptovalutát, Monerót követelnek érte. Tom Hagen körülbelül 150 millió eurós vagyona az ingatlan bizniszből és az energiaiparból származik. Mindössze a 172. a leggazdagabb norvégok top listáján. A sajtó szerint visszafogott életet éltek a főváros Oszló közelében, távol a közélettől és a médiától.